A Fidesz-KDNP kivonult a testületi ülésről, mert nem kerültek napirendre az előterjesztéseik. A polgármester szerint alkalmatlanok voltak a tárgyalásra, az ülés előtt néhány órával benyújtott javaslatok. Akár menekült tábor is lehet a régi kenyérgyár területén. Legalábbis erre utalt az ingatlan tulajdonosának képviselője a testületi ülése. És mit lehet tudni a frankhegyi tűzesetekről? Rövid időn belül 5 ház is leégett, így feltételezhető, hogy gyújtogatások történtek. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kállai Lajos. Csak a BFS képviselők vettek részt a szerdai testületi ülés érdemi részén. Jó estét kívánok! A Jobbikos Császárné Kollár téme a beteg, a Fidesz-KDNP-s képviselők pedig az ülés elején kivonultak a teremből, mert levették napirendről az előterjesztéseiket. Utána közleményt adtak ki, amiben azt írják, idézem, a demokrácia íratlan és írott szabályainak sárba tiprása, amikor a polgármester az ellenzékbe folytja a szót, és megakadályozza, hogy a budaörsiek számára fontos ügyeket megtárgyalhasson a testület. A Fidesz-KDNP frakció 11 olyan ügyben tett szakmai előterjesztést, amely álláspontjuk szerint a budaörsiek biztonságát és életminőségének javítását szolgálja. A polgármester is adott ki közleményt, ebben azt írja, hogy aki a testületi ülés nyomon követte, pontosan tudhatja, hogy a város jegyzője világosan elmondta, miért alkalmatlanok tárgyalásra a Fidesz előterjesztései, amiket pár órával az ülés előtt nyújtottak be. Ahogy Wittinkoff Tamás fogalmaz, azt is láthatta mindenki, hogy ezt követően az érvek alapján a pénzügyi bizottság elnöke jelezte, hogy az előterjesztéseket a bizottság megtárgyalja, így visszakérte azokat, vagyis ezen az ülésen nem is kerülhettek napirendre. A sokat emlegetett SMS ellenére igen-igen komoly vita alakult ki a képviselőtestület szeptemberi ülésén, már a napirendek tárgyalásakor, azt követően, hogy Molnár Gábor a pénzügyi bizottság elnöke visszakérte a Fidesz-KDNP képviselői által benyújtott 10 előterjesztést, miután mindegyik költségvetési tételt érintett. A napirendről levenni javaslom, mivel ugyan nem sürgősségi indítvány, hanem módosító indítvány, de a költségvetést nagyban érinti, nagyban befolyásolja. Mondanám a 36-ost, 37-est, 38-ast, 40-est, 41-est, 42-est, 43-ast, 44-es, 45-ös napirendi pontot. A pénzügyi bizottság megtárgyalta ezeket az indítványokat, viszont akkor egész más keretből kellett volna ezeket teljesíteni. Ha jól értem, az előterjesztéseink a módosító nélkül azért fönnmaradnak, mert egyenlőre, amíg a 15-ös napirendet nem fogadjuk el, addig úgymond megvan a forrása. A 15-ös napirendhez meg beadtunk módosítót, tehát akkor azt jól értem, hogy az eredeti előterjesztéseink fönnmaradnak. Köszönöm. Rosszul érti, képviselő úr. Azt szeretném kérni, hogy annak nincs indoka egyenlőre, mert a 15-öshoz adtunk be módosítót. Köszönöm. Nem szeretnék vitázni. Ha, amit a jegyző úr elmondott, hogy azok az előterjesztések, amelyekre most képviselő úr rákérdezett, azok nincsenek pénzügyileg megalapozva, ezért a pénzügyi bizottság, ahogy elnök úr mondta, nem is ezen alapon tárgyalta, így módon nem is tudott róla döntést hozni, és miután költségvetési rendeletet érint, nincs hozzá meg a megfelelő költségvetési háttér, ezért visszakérte az elnök. Miután a döntést nem fogadták el a jobboldali képviselők, a Fidesz-KDNP frakció kivonult az ülésről. Egészen elképesztő dolog az, persze majd látni fogjuk néhány helyi médiumban, hogy tulajdonképpen a legfontosabb napirendeket leverte az önkormányzat napirendjéről a gonosz képviselőtestület a még gonoszabb hivatali szakmai álláspont alapján. Tudjuk, mi történt, hogy ezt világossá váljék mindenki számára? Van egy költségvetése az önkormányzatnak, amelyiket szigorú szakmai előkészítések alapján elfogadtunk. Majd vannak olyan előterjesztések, amik előző, a testületülést megelőző déli 12-kor érkeznek meg, amiknél például az egyik napirendnél az szerepel, hogy, és nem is értem, hogy ezt hogyan kell kezelni, frankhegyi részönkormányzat egyik tagja elment, de
például a Frankhegyi nyomásfokozónak a forrását kívánják felhasználni. Ennek az indoklását én nem tudom, hogy meg tudjuk-e itt beszélni, vagy nem tudjuk megbeszélni, de szerintem elképesztő, hogy a Fidesz frakció pont a Frankhegyi fejlesztésnek a forrását kívánja elvenni, de hozzáteszem, hogy van egy olyan, ahol fél oldalon keresztül próbálják a forrást úgy összekaparni különböző tételekből, aminek utána sem lehet nézni, hogy mi történik akkor, ha ezeket a forrásokat leveszünk. Stift Nándor, BFS képviselő már egészen más témában kért szót napi rendelőt. Köszönetet szeretnék mondani a műszaki ügyosztály dolgozóinak, illetve Lőrinc Mihály úrnak, hogy ez a négy tétel, ez majd, hogy nem teljes mértékben megvalósult, illetve folyamatban van. Az első az Ifjúság utca 26 és 36 közötti társasházban a Blair iskola felé megtörtént a teljes járda felújítás, illetve a kapubejárók előtt az állandó fúrásokból szinte mindenhol beszakadás észlelhető, úgyhogy ezt megoldották. A Patkó utca 9-nél ugye megtörtént a teljes parkolónak a felújítása. Tudomásom szerint a napokban megtörténik a parkolónak a felfestése is. Tájékoztattak arról, hogy szintén ez is egy nagy kérés volt, hogy a Patkó utca 9 mellett lévő játszótér, amit hogyha bárki sétál a lakótelepen, azt láthatja, hogy nagyon-nagyon sokan használják. Ennek a lépcső melletti mozgáskorlátozottnak, illetve a babakocsival érkezőknek is a rámpája el fog készülni. Elkészült a Patkó utca 3 és 5 között a 16 parkolónak a teljes felújítása felfestéssel, és gyakorlatilag vége felé jár a Herman Otto általános iskola sportpályán a felnőtt fitness játszótérnek a befejezése. Ugye itt 10 játékelemet telepített le az önkormányzat, és az én tudomásom szerint tényleg két héten belül a gumiburkolat is felkerül. Becz György, BFS képviselő napi rendelőt jelezte, nem fogadja el a jelölését a frissen alapított Budaörsi Városi Sportdíjra, mivel összeférhetetlennek tartja a képviselői munkájával. Emellett egy köszönetet is tolmácsolt. A Budaörsi Civil Összefogás nevű szervezet köszönetét kell tolmácsolnom a helyi és a Budaörs környéki vállalkozóknak, és mindazoknak, akik étellel, itallal, ruhával támogatták a Budaörsi Civil Összefogást. Zárójelben megjegyzem, nem keverendő össze egy másik civil összefogással, sem tartalmában, sem nevében. Tehát ők hatalmaztak fel erre ennek a közleménynek a közlésére. Minden felajánlott adomány eljutott a rászorultak részére. A felajánlásokból jócskán maradt, amelyeket elraktároztak, és amelyeket a rászorulók megkaptak a Budaörsi Családsegítő Központon keresztül, mert ez a szervezet nem csak a menekültek támogatására jött létre, hanem minden budaörsi polgárért, aki támogatásra és segítségre szorul. Az iparűzési adó visszatérítésére félretett pénzből megmaradt 188 millió forintot a Tűzkőhegyi árok rendbetételére, a felnőtt játszótér sporteszközeire, a tűzoltó laktanya felújítására és a kátyúzási keret 30 milliós növelésére, illetve újabb fedett buszvárók építésére fordítja a város. Egyebek mellett erről döntött a testület, pontosabban az ülésen résztvevő BFS képviselők, akiknek a jelenlétével megvolt a határozatképesség, sőt döntéseket is hozhattak az ellenzék részvétele nélkül. Hogy hova máshova fordította volna a pénzt a Fidesz-KDNP, vagyis miről szóltak az előterjesztéseik, azt a jövő héten megvitatjuk majd a Budaörsi TV új Napirend után című műsorában. Itt lesz Bakó Krisztina BFS képviselő és Löffler Dávid KDNP-s városatya. A műsor a Szerdai Városi Magazin után kezdődik majd 18 óra 30 perckor. Ajánlom figyelmükbe! Akár menekült tábor is lehet a Herman iskolával szembeni, évek óta üresen álló telken. Legalábbis ez derült ki a legutóbbi testületi ülésen. Ezt megakadályozandó, most változtatási tilalmat rendeltek el a környékre. A jó részt használaton kívüli területre korábban egy szolgáltató negyeddel teli városközpontot tervezett egy befektető, InnovaCity néven, de a cég csődbe ment. Az ülésen ezért a felszámoló biztos képviselte a tulajdonosokat, akik 1,2 milliárd forintért szeretnék eladni az ingatlant az önkormányzatnak. A városnak ugyanis elővásárlási joga van, de jelezték, ha ezzel nem kívánnak élni, akkor lehet akár menekült tábor is lesz ezen a helyszínen.
Számos költségvetést érintő kérdést tárgyalt a budaörsi képviselőtestület szeptemberi ülésén. Ezek többsége tervezett beruházásokhoz biztosította a szükséges forrásokat. Komolyabb vita egyetlen egy előterjesztésnél alakult ki, annál, amely a Breczpád, Lévai és Komáromi utca, valamint a kenyérgyár által határolt terület változtatási tilalmát irányozta elő. Itt a terület tulajdonosát képviselő felszámoló biztos kért szót a döntés előtt. Két éve is történt már ilyen esemény. Változtatási tilalmat ugye rátett az önkormányzat mindenfajta egyeztetés nélkül. Ez azóta, tehát most megint ugye ez az esemény történne, megint változtatási tilalom rendelne, kerülne elrendelésre, amely az ingatlan értékét azért jelentősen befolyásolja. Én a kérdések feltétel előtt mindenféleképpen javasolnám azt, hogy egy párbeszédet, egyeztetést az önkormányzattal. Ez már meg is indult egyébként a vételár, illetve elővásárlás tekintetében. Én ezt továbbra is javasolnám, hogy esetleg egy párbeszéd alakuljon már ki a felek között is. Ezek után a felszámoló biztos több kérdést is feltett a város illetékeseinek. Ezek között az egyikben fellebbentette annak esélyét is, hogy a területet esetleg egy olyan vásárlónak értékesítik majd, aki itt menekülteket befogadó tábort alakítana ki, ha a város nem kíván élni az elővásárlási jogával. Egy ajánlatot kaptunk tőle 1,2 milliárdos vételáron, ami hát ha jól értelmezem, azért az általunk ismert, hogy is mondjam, jelenlegi értékeket, hát egy picit, mintha túl lenne árazva, de hát valahol nyilván ilyen mértékben tartja nyilván a tulajdonos ezt az értéket. Amit még mielőtt jegyző úr válaszol, nem olvasott fel itt, jegyző úr ezek szerint megkapta, és itt a kezemben nyomta ezt a papírt, amiben szerepel két tételben is, hogy a tömeges bevándorlás okozta a válsághelyzet nemzetbiztonsági célú építmények elhelyezésére szóló terület, meg ilyenek, ez két ebben is szerepel, akkor valószínűleg az, amit itt ilyen közszájon terjeng, akkor ez mégsem lehet egy indokolatlan kérdés, bár nem ez az, ami motiválta a hivatalt, hogy engem tájékoztattak a dolgokról, de azért azt nem tudom, hogy ezt tényleg komolyan gondolta-e a terület felszámolója, vagy hitelezője, vagy bárki csodája, hogy egy iskola mellett egy városközpontban ilyennek lehet létjogosultsága mindenféle közművek nélkül, ez a cinizmusnál is rosszabb. Önök, mint felszámoló, nyilvánvalóan vannak a céljaik ezzel kapcsolatban. A mi célunk az egyedül az volt, hogy amikor az építési szabályzatot a képviselőtestület jelenleg hatását elfogadta, akkor oda az Innova City, hogy mondjam, égisze alatt egy nagyon jól működő, nagyon jól prosperáló, gazdaságilag termelékeny, egy települési alközpont szerepét betöltő beruházások kinövését képzelte el oda. Ehhez képest mi azt tapasztaltuk, hogy ott a jelenlegi elindult folyamatok, azaz Innova City helyett inkább a Fusi szintre kezdenek. De miért feltételezik ezt? Mire alapozzák? Hát arra, ami ott megvalósult ezen a területen. Nem az önök területén, mert az önök területén nem történt semmi. A bérbeadás? Nem. Vagy... Elmondom még egyszer, hát ha értetőbb lesz. Tehát azt szerettük volna, amikor a képviselőtestület az építési szabályzatot hozta, hogy egy olyan innovatív fejlesztésekkel teli központ, új városközpont, szolgáltatásokkal teli, az emberek számára is elérhető pezsgő valami történik ott például egy iskolával szemben, ami ennek a városnak a javát szolgálja. Be kellett látnunk, hogy ez az építési szabályzat, amit megalkottunk, ez valószínűleg nem ebbe az irányba hatott, mert egyrészt az önök területén láthatóan évek óta semmi nem történt. Ez 2006-ban volt, elnézést, csak hogy értsen. Ez két évvel ezelőtt. Vagy két évvel ezelőtt. Ami ahol meg történt, ott meg nem egy, hogy mondjam, egy szilícium völgy kezdett el kialakulni, egy finoman fogalmazva. Az, hogy az önkormányzat ezt megvegye, mondtam, hogy ahhoz olyan árat kéne mondani, hogy nem biztos, hogy a hitelezőnek, hogy a felszámolnak elfogadható, hiszen nekünk konkrét célunk azért valljuk be, nem nagyon van ezzel a területtel, leginkább az, amit a jegyző úr is elmondott, de ez nem azt jelenti, hogy most itt van egy befektető. Alapvetően nyitottak vagyunk arra is, hogy akár a hitelezővel közösen együttműködve tekítsünk erre a területre, mint fejlesztési terület. Azt gondolom, hogy
ettől a szavazástól függetlenül a továbbiakban is teljesen nyitott az önkormányzat, és én magam is szívesen részt veszek abban, hogy ennek a területnek olyan fejlesztést adjunk, ami mindenféle, tehát mind a két félnek, a tulajdonosnak is és az önkormányzatnak is megéri. Alapvetően ugyanakkor szeretnénk, hogy itt ne menekültábor legyen. A vitát követően a testület 10 egyhangú szavazattal elfogadta a területre a változtatási tilalmat. Petró Tibor, az önkéntes tűzoltók vezetője a ma esti vendég. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azért hívtuk, mert hogy önök ugye önkéntes tűzoltók, de már beavatkozási joggal, tehát alapvetően Budaörsön, ha tűz van, akkor önök vonulnak. És az utóbbi időben sajnos kellett vonulniuk, leginkább a Frankhegyre, ahol 5 családi ház is leégett. Ha egy vagy kettő leég, még az ember azt mondja, hogy ez lehet véletlen, de az 5 már nem. Vagy UFO támadás történik a Frankhegyen, vagy valaki gyújtogat, mondom én laikusként. Mit lehet tudni ezekről a tűzesetekről? Való igaz, hogy volt egy olyan eseménysorozatunk, amikor 5 hétvégi ház égett le egy azon időben, vagy egy nagyon közeli időszakban. Ez az eseménysorozat, ezt valóban nehéz már a véletlen számlájára írni. A vizsgálatok mi jelenleg folynak, úgyhogy én ebben nem szeretnék találgatásokba belemenni. Mindenkinek a belátására bízom, hogy jelenleg mit gondol az ügyről. De akkor itt történik tűzvizsgálat? Nyomoz a rendőrség? Lesz valamikor eredmény? Nyilvánosságra hozzák? A rendőrség nyomozása a folyamatban van. A tűzvizsgálat az egy kicsit bonyolultabb történet, hiszen ott jogszabály határozza meg, hogy mikor kötelező tűzvizsgálatot végrehajtani, és ugye ezt akkor rendeli el a jogszabály, hogyha 30 millió forintnál nagyobb érték, vagy pedig családi házban történt tűzesetnél történt volna ez az eseménysorozat. Ugyanakkor ugye ez egy hétvégi házasövezet, ahol alapvetően faházak vagy kőből épült, de nyaralóépületek voltak az áldozatai a tűznek. Tehát elképzelhető az is, hogy nem lesz meg az elkövető. Ha egyáltalán van elkövető, mert ugye ezt sem lehet kijelenteni. Rendőrség jelenleg nyomoz, én nem szeretnék elé menni ennek a feltételezésnek, remélhetőleg, mint ahogy a Frankhegy betöréseknek is sikerült elejét venni, talán ugyanígy megtalálható majd az a tettes, vagy testes halmaz, aki elkövette ezeket a bűncselekményeket. Viszont ezek után, ha nekem lenne ingatlanom a Frankhegyen, akkor most nagyon félnék. Ezt sajnos el tudom képzelni, tehát hogy ugye ezek a tűzesetek, amik kialakultak ezen ebben az évben, ezek valóban adhatnak okot különböző aggodalomra. Mi úgy gondoljuk, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezek a tűzesetek ne tudjanak tovább terjedni, ugyanakkor a lakosságnak szükséges az a hadható segítsége, hogy megfigyeljék azokat a rendellenes mozgásokat, azokat az idegen embereket, vagy netán Frankhegyen lévő lakosokat, akik idegesen, vagy különböző égést segítő anyagokkal járkának, gondolok itt benzinre, vagy gázolajra, vagy egyéb más olyan égés segítő anyagra, amivel a gyújtogatást esetleg meg lehet tenni, hogy ezeket jelentsék be a rendőrség felé, hiszen a nyomozást ezzel nagyban tudják segíteni. És faházban lehet bármi olyasmit tenni, ami késleltetni tudja a tüzet, vagy ami segít abban, hogy egyszerűbb legyen az oldás, hogy kisebb legyen akár? Ugye itt a Frankhegyen a problémát az is jelenti, hogy ezek elhagyott területek, vagy nagyon ritkán látogatott helyek voltak, ahol magak tűzesetek fölcsaptak, és kialakult a tűzpusztító hatása. Itt nagyon nehéz. Tehát ugye, hogy az első 5 percben képesek vagyunk beavatkozni egy tűzesetnél, akkor képesek vagyunk eloltani. Tehát például, hogyha valaki otthon tartózkodik, és kialakul egy tűzeset, akár egy alkalomszerűen végzett tűzveszélyes tevékenységnél, gondoljunk itt egy hegesztésre, vagy egy flexelésre, vagy bármilyen jellegű tevékenységre, hogy a konyhában kialakul egy tűzeset, vagy egy gyertya, miért kialakul a tűzeset, és mi otthon vagyunk, és az első 5 percben be tudunk avatkozni, akkor mindenképpen tegyük meg, mert akkor meg tudjuk előzni a komolyabb tűznek a kialakulását. Sajnos a Frankhegyen, ugye mire látványossá válik a tűz, addigra szint az épület nagy része már lángokban áll, és innentől kezdve a beavatkozás az már nagyon nehézkes, főleg az állampolgárok oldaláról, ilyenkor már szakavatott tűzoltó technika és nagymértékű beavatkozás szükséges. De mondjuk az használ, hogyha tárolnak valamilyen hordókban, bármilyen úton, módon vizet?
A Frankhegyen is sokszor találkoztunk azzal a problémával, hogy nem volt fönt víz, és ugye mire a tűzoltó technika föl tudott menni, főleg azokra a részekre, amelyek nehezen járhatóak teherautókkal, abban az esetben jó lett volna, ha találunk ott a helyszínen hordókban tárolt vizet, tehát nem sokra gondolok, itt 200 literre például, vagy ugye az a lakos, aki bejelentett tűzesetet, már neki tud állni, és el tudja kezdeni a tűzoltását, mint járókelő például, de hogyha nem talál semmilyen oltásra alkalmas eszköz, tehát nincsen itt egy vödör, nincs ott egy hordó, amiben van mondjuk 150-200 liter víz, akkor esélytelenné válik a kezdeti beavatkozásnak a létrehozása. Azt is lehetett olvasni, talán a Budaörsi Infón olvastam, hogy nagyon nehezen tudnak feljutni tűzoltóautókkal, mert hogy benőtték a gazok az utak többségét ott a Frankhegyen, nem tudnak bekanyarodni, nem tudnak közlekedni. A idézőjelben kisebbik baj az, hogy ezek az ágak, ezek a gajak összekaristolják az autót, letörik a tükröt. A nagyobbik baj az, hogy sokszor lehetetlenség odajutni. Igen, jó néhány esetben találkoztunk azzal a problémával, hogy több száz méter alapvezetéket kellett szerelnünk annak érdekében, hogy eljussunk ahhoz az ingatlanhoz, ahol a tűzoltását végre kellett hajtanunk. Ebben az esetben is szerencsés lenne, hogyha a lakók, akiknek a területéről elindul a növényzet, gondolok itt akár cserjékre, akár fákra, és a útkeresztelvényét erősen korlátossá teszik, ők is megtennének mindent annak érdekében, hogy visszavágják ezeket. Én elhiszem, hogy az önkormányzatnak, vagy a terület gazdájának is van feladata ezzel, viszont úgy tapasztaljuk, hogy nagy részben inkább a belterületi föld területekről, tehát egy belterületi ingatlanról indul el az a növény, ami természetesen kinőve az úttestre korlátozza az útnak a keresztelvényét. Egy gépjárműnek a szélességét számoljuk ki 3-3,2 méter csak önmagában, tehát hogyha ekkora útszélességet nem tudunk biztosítani, akkor oda effektíven nem fér be a jármű, nem fér be a teherautó, tehát nem fogunk tudni fölmenni, és nem fogjuk tudni megkezdeni a tűzoltását, és ilyenkor jön az, hogy azok a szükségeszközökkel, amit találunk fönt, elkezdjük az oltást, mindaddig, míg a kollégáink ezt a több száz méter alapvezetéket megszerelik, és esetleg máshonnan tudjuk biztosítani a vízutánpótlást. És ilyenkor nem lehet azt tenni, mint a parlagfűnél, mert ugye a parlagfűnél is az az eljárás, hogy írtsa ki a terület tulajdonosa, de ha nem teszi meg, akkor megteszi helyette az önkormányzat, aztán majd utólag elvitatkoznak, hogy kifizeti a számlát. Tehát itt nem jöhet az önkormányzat, vagy az önkormányzat megbízásából önök, és nem vághatják le ezeket a gajakat? Ugye itt különböző jogszabályoknak is, de természetesen hatóságoknak meg kell felelnie. Ebben az esetben ugye a parlagfűről van külön jogszabály, ami felhatalmazást ad az önkormányzatoknak és a hatóságoknak. Ebben az esetben tudomásom szerint az önkormányzat felszólító leveleket küldött ki a lakosoknak, hogy legyenek szívesek karbantartani a zöld felületeket, és hogyha ilyen benövéseket tapasztalnak, azokat vágják vissza. Amennyiben ezt nem teszik meg, akkor szabálysértési eljárást kezdeményeznek azok ellen, a lakok ellen, akik erre nem hajlandóak. Itt két probléma is van. Egyrészt ugye azon lakosok, akik nem ott laknak, vagy évek óta nem voltak már kint az ingatlanuknál, őket hogyan találja meg az önkormányzat, milyen módon tudja ezeket a szankciókat érvényesíteni. Ott, ahol állandó lakóként jelennek meg a Frankhegyen a lakosok, ott ez kevésbé jelent véleményem szerint problémát. Természetesen itt is azért nem árt a figyelemfelhívás meg a lakosoknak a tudatát egy kicsit befolyásolni és fölhívni arra figyelmet, hogy vannak kötelezettségek nem csak telken belül, hanem telken túl is. Hogy ne csak a Frankhegyről beszéljünk, az utóbbi időben volt több szellőző tűz is Budaörsön, tehát főleg konyhai szellőzőkben terjedtek a lángok. Ez ellen lehet valahogy védekezni? Ki kell tisztítani rendszeresen, ki kell takarítani, vagy megoldás az, hogy legyen a konyhában egy poroltó és jól fújjuk le? Én úgy gondolom, hogy ez egy összetett probléma. Itt a társasházakról lévén szó, tehát a társasházi szellőző, konyhai szellőzők, elszívóknak a rendszere az, ami elsősorban problémát jelent, hiszen hogyha gondoljuk el, hogyha a harmadik emeleten kiüt egy tűzeset, mondjuk egy konyhai tűz, és hogyha a szellőző nincsen folyamatosan tisztítva, karbantartva, akkor a hatodik emeleten is kialakulhat a konyhában egy tűzeset, hiszen az a szellőző tovább viszi az égető anyagon keresztül magát a tűzeseményt.
Ezért nagyon fontos az, és most már jogszabályi kötelezés is van rá, hogy fél évente ezeket a szellőző berendezéseket karban kell tartani, tisztítatni kell a társaság közös képviselőjének. Magánlakásoknál, ahol egy konyha, egy szellőzés esete van fönt, vagy áll fönt, abban a helyzetben a lakónak igazából saját maga érdeke, hogy ezeket karban tartsa, kitisztítsa, kivegye a filtert és újat tegyen bele. Ebben az esetben ugye nincs törvényi kötelezés, itt a jó felfogott érdeke az állampolgárnak az, hogy tartson rendet és tartsa karban azokat a berendezéseket, amiben nagy mennyiségű éghető anyag gyűlhet föl, gondolok itt olajszármazékokra például, és ezek utána problémát jelenthetnek. Fontos az, hogyha egy ilyen konyhai tűzről beszélünk például, ugye, hogyha porral oltókészüléket vagy vízzel oltást akarunk véghez vinni, mondjuk egy lábast, amit fönnhagytunk a tűzhelyen, és abban meggyulladt az olaj, azzal nem járunk túl jól, hiszen akkor kifröccsenhet a forró zsiradék, és meggyújthatja a környezetét is. Ebben az esetben azt javaslom például, hogy egy olaj ezzel az olajfogóval letakarjuk például a tűzön maradt edényzetet, vagy egy nedves ruhával letakarjuk, és akkor természetesen elveszük ugye a levegő oxigénjét, és már is ki fog aludni a tűz helyen. Tehát gondoljuk meg mindig, hogy mi a legcélra vezetőbb oltási lehetőség. Én javaslom mindenkinek azt is természetesen, hogy legyen otthon egy porraloltó készüléken, egy 6 kilós, egy 12 kilós porraloltó készülék. Ugye ezt bármely kereskedelmi egységben, gondolok itt nagyobb áruházakra, meg lehet vásárolni, nem is egy olyan vészesen drága, és onnantól kezdve egy kicsit nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat, hogyha kialakul lakásunkban, házunkban valamilyen tűzeset. Elektromos készülékekre kell figyelni, tehát jellemző az Budaörsön vagy a térségben, hogy mondjuk egy telefontöltő, egy számítógép okoz tüzet? Ugye az elektromos berendezéseknek a felülvizsgálata, azt jogszabály írja elő, társasházakban, olyan közösségi épületekben, ahol a jogszabály hatálya, ahová a jogszabály hatálya kiterjed, ott ugye előírja a jogszabály, hogy 3 vagy 6 évent ezeknek a felülvizsgálata kötelező. Ugye a magánlakásoknál is érdemes ezeket a felülvizsgálatokat megtenni, mert hogyha valahol van egy részleges szakadás, vagy van valamilyen zárlat a falban lévő vezetékekben, akkor ezt egy ilyen vizsgálattal nagyon gyorsan ki lehet deríteni, és akkor meg tudjuk előzni a komolyabb tűzesetnek a kialakulását. És olyan, hogy valaki bedugva hagyja a telefontöltőt, és akkor a telefontöltő elromlik, és tüzet okoz, ilyen lehetséges? Igen, ez a másik ilyen probléma, amit megint csak jó tanácsként tudunk ajánlani, hogyha valaki elhagyja a lakását felügyelet nélkül, hagyja főleg hosszabb időre, akkor mindenképpen azokat a fogyasztókat, amire nincsen szüksége, azokat válassza le a hálózatról, tehát nem elég az, hogy kinyomom otthon a tévét, mert attól a tévé továbbra is fogyasztó marad, hanem hogyha kihúzom a konnektorból, akkor egyrészt megvédem a hálózatot attól, hogy esetleg a tűz keletkezzen valamilyen zárlat miatt, tehát az elektromos eszközben keletkezett zárlat miatt, másrészt pedig, hogyha netán beáll valamilyen rossz idő és villámlás alakul ki a területen, akkor ugye megvédem a fogyasztót attól, hogy az elektromos hálózaton keresztül a villámcsapás tönkre tegye. Tehát kettős célja is van ennek a dolognak. Természetesen itt a töltők és egyéb más ilyen eszközök, amelyek folyamatosan fogyasztóként lépnek föl, és zárlat alakulhat ki benne, ez plusz veszélyforrást jelent abban az esetben, hogyha telefon nincs is rajta, hanem csak a töltő van bedugva. Tehát én nem javaslom senkinek, hogy hosszú távon folyamatosan bedugva tartsa konnektorba a töltőket, mert ez egyrészt plusz fogyasztás generál, másrészt pedig egy plusz kockázatot jelent az épülettüzeknek a kialakításához, vagy kialakulásához. Sok mindent megtanultunk, köszönöm szépen, hogy eljött hozzá. Én köszönöm a lehetőséget. Ennyi volt már a Városi Magazin, a folytatásban Bétót László műsora, az egy falat kenyér és egy csipetnyi szó következik, de még előtte megmutatjuk a hétvége program kínálatát. Őszi ajtódíszek készítésével várja a gyermekeket a Régészeti Múzeum családi játszóháza szombaton 10 órától.
A mozgáskorlátozottak Budaörsi Egyesülete 13. alkalommal tartja meg Empátia Nap elnevezésű rendezvényét a Jókai Mór Művelődési Központban szombaton 14 órától. Az idei esemény, melyre szeretettel várnak mindenkit, a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeit mutatja meg. Érbuli hangulatot kelt a Firkin zenekar szombaton este 8-tól a Postárton, vagyis a Főposta régi hátsó épületében. És végül, de nem utolsó sorban, a Magyar Népmese napja rendezvényére szeretettel várja a családokat a Műfáz vasárnap 10 és 14 óra között. A gyerekeket népi ügyességi játékok, lisztes játszótér, kartonvárosépítés, mézes kalácssütés, állatsimogató és természetesen a népmesék szórakoztatják majd. Ha a héten lemaradtak valamelyik műsorunkról, a bvtv.hu oldalon az archívumban megtalálják, vagy megnézhetik a hétvégi ismétlésben, ami szombaton és vasárnap reggel 8-kor, majd 17 órakor kezdődik a hétfői adásblokkal. Vasárnap azonban 18 órától élőben közvetítjük a Budaörsi Női Kézilabdaklub Győri Audi Eto KC elleni bajnoki mérkőzését. Izgalmas meccsnek ígérkezik, és emiatt a vasárnap esti ismétlés csak az élő közvetítés után kezdődik majd. Kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!